Fennállásának negyedik évfordulóját ünnepli az Egri kertmozi. A hiánypótlásként indult kezdeményezés 2 éve költözött a Szépasszonyvölgyi Márai Központba, ahol tavaly is óriási sikerrel vetítették a premier filmeket a nagy közönség számára. Ezen felbuzdulva idén közkedvelt örök klasszikusokkal csábítják a közönséget a szabad ég alá. Remélik, hogy az egriek mellett egyre több turista is felkeresi az egyedülálló attrakciót. Az Agria Film Kft. Ügyvezetője elmondta, az Uránia mozi tavalyi megnyitását követően már ott is be tudják mutatni az új filmeket, ezért is változott a kertmozi kínálata. A korábbi évek filmét 3 kategóriára osztottuk. Egyik a családi animációs kategória, hogy kicsiknek, nagyoknak egyaránt tudjunk kedvezni, illetve az elmúlt pár évnek a legnagyobb filmét vetítjük majd a kertmozi vásznán, illetve visszanyúlunk egészen a régebbi klasszikusok, mint például a Körhintáig. Olyan klasszikusok is bekerültek a filmarchívumból a programba, mint a Macskafogó, a Star Wars, a Ponyvaregény vagy a Forrest Gump. Kedden az Életre valók című francia vígjátékkal indul a szezon. A Márai Központot is irányító médiaeger ügyvezetője elmondta, kulturált, modern környezetben várják a látogatókat egy új ponyvával fedett nézőtéren, valamint egy igényes kültéri vendéglátóegységet is kialakítottak. Ezek a filmek azok, amelyek igazi kertmozi hangulatot tudnak teremteni itt Egerben, és nagyon bízom abban, hogy sok érdeklődő lesz, és sokan tartanak majd velünk, már csak azért is, mert egyébként egy kicsit más hangulatban ugyanazt vagy annál egy kicsit extrább szolgáltatást is tudnak kapni, hiszen a csillagok alatt nézhetik meg ezeket a filmeket, ráadásul úgy, hogy még az eső sem zavarhatja őket. Az előadások kedden, csütörtökön és vasárnap 21 órakor kezdődnek.